Rövidre sikeredett a képviselőtestület ünnepi ülése, melyen mindössze 4 napi rendi pont volt. Kicsit több mint fél órába telt, és a képviselők egyhangulag elfogadták a városi képviselőtestület keretében működő, ünnepnap meghatározó és díjodaítélő bizottság javaslatát, hogy az októberi díjat Pavle Budakov, az újvidéki egészségügyi kar tanára, és a Target a fiatalok deviáns viselkedési formájával foglalkozó központ kapja meg. 12 jelölt közül 2 választottak. Među tih 12 mi smo predložili skupštini profesora doktora Pavla Budakova i udruženje Target Novi Sad. Meni je veoma drago što je za oktobarsku nagradu skupština glasala jednoglasno, gdje su barem pokazali jedinstveno u donošenje odluke. A novemberi oklevelet Slobodan Jovanovicsnak ítélték oda, mert nagyban hozzájárult a pedofília elleni harchoz, valamint a gyermekek és fiatalok biztonságosabb és szabadabb életéhez. A novemberi oklevelet megkapja még Hadzsi Zoran Lazin újvidéki publicista is. A díjazottak 120 ezer dináros jutalomban részesülnek. A díjátadásra október 23-án kerül sor.